Sziasztok, Falán vagyok, egy újabb Ground Forces videóval, és hogyha velem voltatok a múltkor, amikor streameltem, akkor tudjátok, hogy volt egy 3,5 órás stream, amiben elég sok mindent megmutattam, és egy jó darabig láthattuk, ahogy játszok. Az az igazság, hogy nem kerülhetett fel a csatornára, és ez azért van, mert nem tudom, hogy hogy értelmezzem a titoktartási nyilatkozatot jelenleg, ugyanis ellentmondás egy kicsit. Egyrészt azt mondja, hogy nem szabad bemutatni semmilyen bugot, tehát ez tilos, ugyanakkor engedélyezi az élőadást, ami során ugye néha előfordulnak bugok, ahogy az én élőadásom során is voltak ilyenek, hogyha emlékeztek. Úgyhogy egyelőre úgy döntöttem, hogy inkább nem teszem fel a felvett változatot, nehogy ebből problémák adódjanak. Ne felejtsétek el, megint csak ez egy zárt béta, az a cél, hogy kijavítsák a hibákat, tehát vannak még hibák. Úgyhogy nem szeretnék, hogyha a nézők rossz benyomást kapnának mondjuk a játékról, úgyhogy ez végül is érthető. Na, tehát az nem fog felkerülni, cserébe viszont most mutatok egyéb más gameplayeket. A stream során elértem a KV1-est, és már nem sokára elérem a Tigrist is a német oldalon, úgyhogy most a KV1-et fogjuk megnézni egy nagyon érdekes csatában. A stream során rájöttem, hogy sokkal jobban szeretem az arcade csatáknál a realisztikus csatákat, közben elindítom a visszajátszást, illetve a videót. És a realisztikus csaták leginkább annyiban különböznek az árkáccal, hogy itt nincsen az a kis hülye X-ecske, amit rá lehet vinni az ellenfélre, és akkor látjátok azt, hogy milyen magasra kell emelni az ágyút, ahhoz, hogy a távolságot is bele tudjuk számítani a lövésünkbe. Tehát ugye egy messzebb lövő célnál lejjebb kell esni a lövedéknek egy idő után, pusztán gravitáció által, és ezért fölé kell célozni. Na most árkádban ilyen nincs, tehát itt most nekünk kell kiszámítanunk azt, hogy hova lőjünk, úgyhogy mert tényleg azért van némi skill is a játékban, nem csak hogy oda célzünk, aztán bum bele. És ez azt is jelenti, hogy nem lehet olyan rohadt, már elnézést, messziről lövöldözni, tehát nem fogunk kilométerekről eltalálni valamit, mint például most látjátok, ott megy egy tank, látom az indikátort, de nem látok semmit a tankból, halvány gőzöm nincs, hogy milyen messze van, így nem is érdemes oda lőni. Úgyhogy egy kicsit talán ez a pixelharc probléma megoldódik, ami engem zavart az árkádban, hogy nagyon kilométerekről lőtték egymást a tankok. És amit meg fogunk nézni, ez azért is érdekes lesz, mert itt ezen a szerveren, amikor elindították, akkor engedélyezve volt az, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiségű alkalommal meghalhatunk. Úgyhogy most jó párszor láthatjuk a KV1-emet, és ráadásul be tudok hozni majd repülőket is, mert és sokan kérdezitek, igen, lehet majd egy csatában játszani repülővel és tankkal. Úgyhogy ebben a csatában konkrétan bejövök majd azt mondom kétszer is repülőgéppel, teljesen kifejlesztetlen kis I-16-ossal, de nem baj. Na, tehát ahogy látjátok, ott is repül egyébként egy BF-110C, és azt is egy játékos irányítja, úgyhogy ő próbál bennünket lebombázni. Vele majd még találkozunk a későbbiekben, azt elárulhatom. És kidugom itt az orromat kis KV1-emmel, abszolút kifejlesztetlen még ez a tank is, mert még viszonylag friss. Megpróbálom eltalálni, és látjátok, elhibázom a magasságot. Megpróbálom most belőni. A célkereszten most eltaláljuk, illetve a célzókánkon látjuk azokat a kis vonalakat, vertikálisan, tehát függőlegesen ott vannak azok a vonalak, és azok mutatják azt, hogy nagyjából milyen távolságra van az ellenfél, azokhoz lehet viszonyítani. Úgyhogy kell némi gyakorlat, és szerintem ez nekem nagyon tetszik, hogy itt most végre tényleg a lövéshez is kell némi gyakorlat és némi tudás ahhoz, hogy el is találjunk valamit. Ajaj, közben jön itt az a 110-es, és ha lebombáz bennünket, az fájni fog. Úgyhogy itt még próbáltam kitapasztalni a KV1-et, egyébként magát a játékot is próbálom, ugyanis rájöttem arra, hogy rettetes fontos az, hogy tudjuk, melyik tanknak hol van a gyenge pontja, ugyanúgy, ahogy a World of Tanks-ben, viszont itt kicsit máshogy működnek a dolgok, mert nem érdemes egy pontra lőni folyamatosan, tehát itt nincs életerő pontja a tanknak, hogyha rálőttünk egy pontra, és ott nem sikerült semmit elérnünk, nem lőttünk ki semmit, mondjuk sem modult, se legénységet, akkor igazából nem nagyon érdemes oda lőni, mert valószínűleg a következő lövésen fog más csinálni, nem fog lemenni az élete a tanknak. Tehát mindenképp olyan pontokat kell megtalálni minden egyes tankon, minden egyes ellenséges tankon, ahol át tudjuk lőni és valami komoly sebzést tudunk okozni, vagy fel tudjuk robbantani esetleg a lőszerét, vagy kilőjük valamelyik pontos legénységi tagját, vagy valami ilyesmi. Ez úgy próbálom keresni a lövést, hogy rájuk tudjak lőni, most ugye be kéne lőni, látjátok a tetejét látjuk csak a tornyuknak, és próbálok egy olyan távolságot találni, annyira emelem fölé az ágyút, hogy az esési szöge pont elég legyen, hogy beessen oda rá a toronyra. És ez szerintem elég közel volt egyébként, de ahogy elnézem, nem sok esélyünk lesz rá, hogy ez összejöjjön. Ez a visszajátszás, vagy videó igaziból, mert visszajátszásnak nem nevezném, arra is nagyon jó lesz, hogy lássuk, tehát itt sok mindent látni fogunk, nem csak a jó momentumokat, hanem lesz majd csúnya halálom is, de lesz majd egy-két elég extrém pillanat is minden szempontból. Hoppá, találtam magamnak egy Panzer 4-es, egy F2-es, az nagyon veszélyes tank. Egyébként azt már megtapasztaltam, hogy igazi mesterlövésznek egy félmetes ágyúja van. Nagyjából sikerül belőlünk és eltalálom, ő is eltalálja. A KV-1 elején a torony, az nagyon jól bírja.
De összességében a kávéhez közel sem annyira brutálisan stabil tank szerintem itt, mint a VOD-ban. És én még eddig nem igazán éreztem magamban annyira védettnek, mint a VOD-ban például. KV1-ben. Na most normális esetben, hogyha lenne az a kis X-ecske, ami árkádban ott van, akkor az ilyen pici dolgokra is tudnék lőni, mint ezek a kilógó tornyok, amiket ott esetleg láthattatok. De így most nincs értelme, mert nagyon kicsi esélye annak, hogy eltalálom. Nagyon tökéletesen kéne lőni. Úgyhogy ez majd megkülönbözteti az igazán jó játékosokat, gondolom, a kevésbé jobbtól, hogy mennyire tudják megítélni a távolságot. Még mindig ezeket a srácokkal próbálkozom, de az igazság, hogy nagyon jó pozícióban vannak, és nem sok értelme van, és ezek kezdek is rájönni. Úgyhogy, ha jól emlékszem, itt az jutott eszembe, hogy el kéne mennem jobbra, oda fel a dombra, és onnan rájuk látnék, csak attól félek, hogy ez az F2-es, akire az előbb lövöldöztem, az oldalba fog lőni, de reménykedek, hogy be tudok menni ide a kis dombocska alá, és nem sikerült. És mint látjuk, egy lövéssel eltalálta a lőszerkészletemet, ez a srác volt az, és egyszerűen csak felrobbantam, és kész. Na most itt jöttem rá, hogy ho-ho, vissza tudok jönni. Sőt, repülővel is tudok jönni. Milyen érdekes, úgyhogy miért be is hoztam egyet. Plusz egy kísérlet ezek itt, tehát remélem, hogy ti is látjátok és értékelitek ezt a kis kísérletező kedvet itt. Most igazából nem lesz olyan nagyon-nagyon extra meccs, majd később lesz egy jó momentum. De egyébként próbáltam, ez az első alkalom, nem, bocsánat, a streamen egyszer sikerült bemennem repülővel, tehát ez az a második alkalom, hogy repülővel megyek. És a célom, hogy kilőjem azt a BF-110-eset. Ez a srác egyébként az egész meccs alatt folyamatosan a BF-110-esével repkedett. És valahogy vertikálisan megy fölfelé és próbálja eltalálni azt a repülőnket. És elvesztette az összes energiáját és kezd lefele zuhanni. Ugye ez árkát, tehát nincsen az a kis célkereszt. Próbálom elkapni, de sajnos nem sikerült, úgyhogy próbálok utána menni. És elfelejtettem, hogy mennyire kifejlesztetlen volt ez az I-16-os. Nagyon furcsán mozog. De már mögötte vagyok. Na és megint csak ne felejtsetek el, megint elfelejtettem, hogy nincsen kifejlesztve az I-16, és ezért egy kicsit talán túlzásba viszem a lövöldözést. És nem figyeltem arra, hogy túlmelegszik az ágyum. Ami nagyon nagy hiba volt, sikerült kilőnöm a motorját, viszont beragadt az összes ágyum. Az az igazság. Illetve géppuskám konkrét, ez nem gépágyú, csak géppuskák. És látom, hogy BF-110-es leesik, nekem viszont be vannak ragadva. A géppuskáim nem tudok csinálni semmit, úgyhogy úgy döntöttem. Először is megnézem, hogy leesik-e a BF-110-es. Ez már eleve külön mulatság lesz. Így lezuhant, végig csúszik ott szépen a humlája és megakadsz. És én pedig belezuhanok az ellenségbe, ha más nem akar, jól megijesztem őket. És BOOM! Bele! És azt hiszem, hogy nem sikerült elpusztítanom a gépet. Szerintem vagy mögé estem, vagy nem tudom. Hiszen ezt még meg kell próbálnom egyszer-kétszer, csak úgy trollkodás kedvéért kíváncsi vagyok, hogy mi történik, hogyha egy repülő ráesik egy tankra. Mert itt... Én úgy éreztem, hogy eltaláltam azt a Panzer 3-ast. Lehetséges, hogy mögé estem. Na hát, kipróbáltuk a repülőt is, egy gépet sikerült lelőnünk, úgyhogy újra elindulok az én kis KV-1-emmel. És meg kezdem egy kicsit, a stream alatt elmondtam, hogy az egyik legnagyobb probléma a játékkal az, hogy nem lehet kinagyítani a térképet. Ami szerintem elég nagy hiba, viszont azóta kezdtem rájönni, hogy mégis hogy működik a térkép, mert nagyon megszoktam már a botos térképet, és ott nagyon jól eligazodok, meg persze ott ki tudom nagyítani. Viszont most már itt is rájöttem, hogy mit jelképeznek a különböző ikonok, tehát egy normál ilyen kis vonal, az ugye normál, mondjuk egy közepes tank, egy könnyű tank. Vannak ezek a, most nem tudom, hogy a térképen mennyire látható, hogy ezt a videón, de ott vannak a TD-knek a jelei is. És itt jön egy BF-110-es, aki most hosszút akar állni, ezt figyeljétek. Jön a srác, és látom, hogy le akar bombázni, úgyhogy megyek egyenesen előre, és itt elfordulok, hogy rá kelljen neki reagálni, és elindulok hátrafele, így már nem tudja kijavítani, és elém dobja. Ez azért szerencsés egyébként, mert hogyha valami nagyobb bombát dobott volna, akkor még így is meghaltam volna. De így most megúsztam. Szóval valahogy így kéne egy tankkal valószínűleg majd kicserezni a bombázókat. Csak hát hogy igen, ha nagyobb a bomba, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog. De egy gyorsabb tankkal valószínűleg jobb esélyünk van rá. A szegény BF-110-esnek nem jött össze a dolog. De nagyon mérges, mert az előbb lelőttem. Na hát, itt jön még egyszer. Nem is ott van velünk szemben. Ez érdekes egyébként, hogy hogy került oda. Lehet, hogy megölte magát, illetve meghalt a nagy bombázásban, és utána újra visszatért. Tehát ne felejtsetek, ez nem így lesz majd a rendes játékban, itt most a teszt kedvéért engedték meg a készítők, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiségben újraéledjünk. Valóságban valószínűleg csak egy vagy maximum két életünk lesz a realisztikus csatákban. Eddig úgy volt, hogy kettő volt.
hogy kétszer, illetve ez tanktól függött, azt mondja, hogy a nehéz tankoknak csak egy, a közepes, meg könnyű tankoknak meg kettő volt. Nem is, amit én tapasztaltam, most viszont itt tényleg végtelen számú, szinte bármiben. És feljövünk, és ott van egy Panzerkampfwagen 4-es. Ez egy 3-as? Ez egy 3-as, oké. Okay. Egy pénzügyi 3-as, és rámegyek erre a fatönkre, ami épp elég magas ahhoz, hogy megakasszon bennünket. És ez összintén szóval nem tudom, ez elképzelhető, hogy itt egy kis glitch a játékban, ebben nem vagyok biztos, hogy szerintem egyszerűen csak fennakadtunk egy kicsit egy AI, itt a BF-110-es, és itt egyébként nem sikerült ránk fordulni, hogy időtök, hogy... Ott évettem, sikerült ráfordulni, csak nem rám, úgyhogy én indulok szépen hátrafele, egy kicsit lagolunk is, és mellé lőttem, elbénáztam, de legalább a fatönkök megvédik a tankom alját. Próbálom oldalba lőni ezt a... Hú. Egész sok mindent kilőttünk ezzel a lövéssel, de sajnos nem halt meg a Panzer 3-as. Itt van a haverja. Itt jó rendesen orba lövünk, de sajnos nem sebezzük. Meglepően kemények ezek a Panzer 3-asok egyébként. És az oldalát mutatja, BOOM! És egy lövésre felrobbantom. Csak be sem céloztam. Na most... Már sejtem, hogy a haverja az valahol oldalt fog lemenni, mert már nem látom. Úgyhogy még próbálok itt maradni a fák mögött. És itt jön. Na és ezt figyeljétek majd, itt jön a srác, megcélzom, boom! Teli találat, lelőttem a láncát, és ott ragadsz. Na és itt jön az a pillanat, amikor úgy döntök, hogy nézzük meg, hogy hova érdemes lőni ezen a tankon. Beledurrantok egyet a torony oldalába, és elég sok mindent megint megsértek ezzel, úgymond a tankon belül. Próbálok ránézni az elejére, és tapasztalom, hogy ott bizony lepattam. Most kísérletezek, hogy hol van rajta gyenge pont, viszonylag is biztonságban vagyok. Megpróbálok rálőni egyet megint előről, és oké. Okay. Tehát az eleje az úgy nagyjából sebezhetetlen számomra. Ez az alaplőszer egyébként a KV1-en. Próbálok az aljára lőni. Oké, okay, ez megint sebeztő úgy, ahogy. Nézzük a kupolát, ugye voltban az egy komoly gyenge pont. Lássuk itt mi történik. Túr bele. Oké, okay, sebeztük, de semmi extra. Megint csak. Körülnézek. Kicsit bénán, mert mindig nem szoktam hozzá, hogy itt külön gombokat kell nyomogatni, mint a voltban. És megpróbáljuk eltalálni a torony elejét. Oké, okay, az is sebezhetetlen. Próba szerencse. Ugye? Ott van egy valami kis kileső nyílás, oda is próbálok lőni, ott is sebezhetetlennek tűnik. Jó bírja ez a Panzer 3-as, nem? Tehát azért nem semmi. Oké, most elfordította a tornyom oldalát, dur bele. De megint nem igazán sikerült semmi komolyat elérni a srácnál. Megpróbálom, hogy az ágyú felfüggesztés mögé egyet belehúzni, de ezt is bírta. Kezd egy kicsit kiábrándulni az ágyúmban ezen a ponton. Megpróbálom lelőni még egyszer a láncát, hogy nagy elmenjen onnan. Kis alattomos. Ott van egy gépuskaport. Voltban általában megint csak gyenge pont. Eltalálom, hogy tudjuk, hogy ez is sebezhetetlen. Kezdek kifogyni az ötletekből, hogy mégis hova lőjek. Dur, megint nyomom a láncát. És valaki más is lövi, valaki felgyújtotta. Úgy tűnik, ég és bum, felgyújtott először. Oké. Okay. Hát ez nem mondom, hogy a mi érdemünk volt. Egy biztos ott tartottuk. Fordulunk, látjátok, az orosz tankoknak csak az egyik lánckereke forog ilyenkor. Azért lőttem egyet, mert átváltottam shrapnel lőszerre, ki akartam próbálni, hogy ez milyen. Szóval nagy nehezen megküzdöttünk ezzel a Panzer 3-assal, és... Megpróbálok átfordulni, a kevés és nagyon lassú. És tényleg itt látszik, hogy a régebbi orosz tankok abszolút úgy működtek, hogy amikor forog hátrafele, akkor az egyik, egyik lánckerék az blokkol, és a másik az pedig forog, és egy viszonylag lassú forgása. Ezt jól modellezték a játékban. Itt jön a BF-110-esünk. Ott fent. Reménykedek, hogy nem nekem szállni azt a bombát megint. Nem biztos, hogy még egyszer sikerülne kikerülnem. És ott szemben a minimapen talán látjátok, hogy pont szemben velem van egy ikon, ez egy TD ikon. És ott van fent azon a dombon. És egyre nem látom, tehát nem vagyok elég közel hozzá, itt jön a BF-110-es. Elég rendesen engem céloz, úgy tűnik. Jön felém. És úgy tűnik, hogy talán ez az I-15-ös majd egy kicsit lefoglalja. Reménykedek benne, hogy most nem én kapom a bombát. Ezt csúnyán leszették. BF-110-es levadászta. És elfordul, úgy tűnik, hogy oké, egyelőre biztonságban vagyok. Na most még mindig itt van ez az ikon valahol. Ott repül a BF-110. És ott van mellett, ott van, pontosan ott van mellettem, és sajnos pont elhibáztam. Egy pillanatra megfeledkeztem róla, egyébként ott elvonták a figyelmet a Panzer 3-osok.
És ez próbál rám fordulni szemből. Na most ez egy Sturmgeschütz, egy Stuk 3-as, megpróbálom az ágyú mellé lőni, mert itt tapasztaltam, hogy át szokott menni, de sajnos nem az oldalát találom, hanem pont az ágyú fölött. Nem sebzem. Megpróbálom még egyszer, oda oldalra az ágyú mellé, dur bele és meghalt. Oké. Eddigi tapasztalatom szerint oda érdemes lőni. Szerencsés volt, hogy most sikerült megtalálnom azt a pontot. Egy persze már sikerült szembe találkoznom, ugyanis a Stuk 3-asokkal így van némi tapasztalatom a dologban. Most ki akarok nézni ott, de hirtelen meglátok ott egy másik páncélem, most pont a bázisukon. Jajjaj, jön a haverja is. Elfordul, menekülni próbál, bum, belelövök egyet. Kilőttem szinte mindent, amit kellett lőni rajta. És itt egy Sturmgeschütz is. Nem egy Sturmgeschütz, igen, ez egy fakpancer. Tehát ez egy légvédelmi üteg. És közben a páncél álmosan is megugrott. Úgy gondolom, hogy jó, oké, a légvédelmi üteget azért már kiszedjük. Bum, felrobbant. Ezekkel a baloldali srácok akarok megint foglalkozni, de hirtelen megint csak meglátok egy Stuk 3-ast ott. Na most itt csak próbálkozok, majd figyeljetek, itt nem látom, hogy próbálok így lőni, vagy hova mennek a lövéseim. Kicsit alá ment, nem is kicsit. Ott rajta látjátok is talán ezt az ikont. Nem tudom, mennyire látszik a videón, hogy az a TD ikon, egy ilyen fölfelé irányuló, nem tudom, ágyú. Ott van, megpróbálom eltalálni menet közben. Sikerül eltalálnom az elejét, és elég sok mindent sikerül benne kiszedni. Megáll, és reménykedek, hogy nem fog eltalálni. Bumme. Most kilőtte a láncomat. Nem foglalkozok vele, megpróbálom kiszedni, és azt mondom, kicsit alá célzok, ha jól emlékszem, így van. És látjátok, alá esett a lövés, nem emeltem fel eléggé az ágyút. Ő ugyanezt a hibát követi el. Egy picit följebb emelem, de ez mindig hát igen, most megvolt. Ugye emlékeztem, hogy elhibáztam, de nem. Na most megint meg kell próbálnom odalőni, ahol az előbb. Eltalálom az ágyú környékét. De ez nem volt elég. Oda bal oldalra, pont az ágyú mellé kéne lőni. Így és alá mentsz. De kapok egy kill assistot, valaki más megoldotta. Na most, ott egy következő, és menekülni próbál, elfordítja a tankot, és így pont bele a lövésembe, úgyhogy meghal. És ott van egy Panzer 4-es, viszont még mindig ki van lőve a láncom, sikerül eltalálnom, de valami lőtt engem, oldalra úgy éreztem, hogy lang hangot lehetett hallani, és most már látjátok is. És első elkövettem azt a hibát, hogy elkezdtem megjavítani a láncomat, most már nem tudom forgatni a tankot, még az egy lánckerekemmel sem. Ez lepatant. Viszonylag. Kilőtt egy-két dolgot. Próbálom elfordítani a tornyot, de nagyon lassan forog. Kilőtt a mechanizmusát, gondolom én. És buf. Oké, tehát mögém került. Nem gondoltam, hogy onnan jönni fog egy tank. De a Panzerkampfhagen 3-as gyors. Határozottan gyors. Oké, megpróbálkozunk vele még egyszer. Ez egy viszonylag hosszú csata lesz. Kicsit megjött a kedvem a KV1-eshez, mert azért itt kiszedtünk, nem is tudom mennyit. 3 tankot? 4-et? Jó párba be is segítettünk. És azért trükkösen kikerültünk egy BF 110-es bombát, ami muris volt, és ezzel mi vezetjük egyébként a meccset. Ennek eléggé örülök. Ahhoz képest, hogy ez azt hiszem a második meccsem volt a KV1-ben. Ez barátságos. Nézegetem, hogy ez a srác, a VAT nevezető, aki a BF 110-esen repked, már kiszedett 12 földi célpontot, de gyanítom, hogy azok nem tankok lehettek mind, legalábbis remélem. Az magasabban kéne lenni a listának, inkább valószínűleg légvédelmi ütegeket szedett ki először, és utána egy-két tankot is. És megpróbálok nagyjából odalőni, de ez nagyon messze volt a céltól. Látjátok, tehát ez nagyjából egy kilométerre lehet az ellenfél. Árkádban egyébként azt is mutatja, hogy pontosan hány méterre van itt, most nem. És így elég nehéz, ide dobott mögém egy bombát. Tehát ilyen távolságról nagyon nehéz felmérni, hogy hova kéne lőni. És megint jön mögöttem, ezt figyeljétek, ott a radaron lehet látni, hogy érkezik a bombázó, és bum, pont mögöttem felrobbant. Megint csak egy bomba. Ez nagyon, nagyon érdekes lesz egyébként, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni ez a balansz, tehát hogy mi fog történni akkor, hogyha elárasztják a rendes játékosok majd a valóban nyílt szervert, és akkor majd lesznek bombázók, meg vadászok és tankok, és hogyan fogják megtalálni a játékosok is, meg a fejlesztők is ezt az egyensúlyt, hogy mikor melyikből mennyit kéne behozni. Attól félek, hogy ez nagyon komoly koordinációt igényelne a csapattal, és nem vagyok benne biztos, hogy ez meg lesz, de majd meglátjuk. Na itt van az a, azt hiszem, mi volt az előző Panzerkampfhagen 3-as, és úgy gondolom, hogy hú, hát ez biztos könnyű lesz nekem, nem lesz ez probléma, hogy kb. Egyet nem tud átütni így, csak a tornyomat teszem ki neki mindig. Úr, kap egyet, de már láttuk, hogy a páncélhármasok elég kemények. Ouch. Oké, kap megint, de igazából ezek nem komoly sebződések, úgy érzem. És valahol átlőtt. Szerintem egyébként
Valahogy kilátszott az oldala is ott annak, és túlbecsültem. Azt hittem, hogy csak a tornyom látszik ki. Bejövünk még egyszer? Oda se neki. Legalább lesz alkalmatok nektek is egy kicsit látni akcióban a KV1-et. Ezután a meccs után egyébként annyi XP-t kaptam, hogy nagy részt kifejlesztettem. Majdnem az egész, hát az túl, és az egészét a felét KV1-nek, és megvan végre a jobb lőszer is, arra nagyon kíváncsi vagyok majd. Egyébként ezt a visszajátszást most épp akkor csinálom, amikor valamiért levették egy órára a szervert, pedig épp játszani akartam, hogy felvegyek nektek meccseket, és gondoltam felhasználom az időt. És szerintem egyébként pont azért vették le a szervert, mert szeretnék levenni ezt a lehetőséget, hogy végtelen mennyiségben élegyünk újjá. De ebben nem vagyok biztos, csak egy tipp, hogy erről lehetett szó. És ott most már nem csak egy BF110-es van a pályán, hanem egy Junkers 88-as is, tehát egyre több bombázóval, és BUM! Látjátok, ezt a BF-100-es megpróbált ráesni a T-34-esre, de nem sikerült neki eltalálnia. Vagy tényleg nem lehet ráesni, erre kíváncsi lennék, és ott a hullája szegénynek. És itt jön a Junkers 88-as, és már kezdtem is rettegni, hogy jaj, megint én leszek a célpont. KV-1-es az olyan jó célpont, igaz, a bombázóknak, mert viszonylag lassú, meg jó nagy. És határozottan felém jön, kis alattomos. Mögöttem már ott a BF-110-es is. Valaki megpróbál eltalálni egy tanklövedékkel, kevés sikerrel, de úgy tűnik, hogy nem rám céloz egyébként, hanem a T-34-esre. Vagy valami másra, ami mögöttünk van. Ott megy. Itt megjön a BF-110-es. Ouch! És felgyújtottak. Onnan lentről az azt hiszem, hogy megint az F2 volt, a Panzer 4. Nem, ez egy Panzer 3-as lehetett, ahol emlékszem. És a felgyújtottak, eltaláltak, és nézzétek csak, nincsen még meg a poroltókészülék, nincsen javítókészület, ami igaziból meg semmi, tehát nincs kifejezhetően, BUM! És elszállt a teteje. Igaz, hogy nem történik meg az, ami a vodba, tehát nem maradott a pályán, azt gondolom, már észrevettetek különbözőt, tehát ha meghal egy tank, akkor a hullája nem maradott. Egyébként szerintem ez elég nagy hiba, vagy legalábbis remélem, hogy ezt később megváltoztatják. Most jelenleg valamiért úgy döntöttek a fejlesztők, hogy ez így van. És végül, mielőtt vége lenne a meccsnek, még megmutatom azt, hogy úgy döntöttem, hogy azt a Junkers 88-ot nekem le kell szednem. Úgyhogy megint beültem a kis I-16-osomba. Láthatunk megint egy kis repülőakciót is. Ott van a BF-110-es is, de úgy döntök, hogy ővel én nem fogok foglalkozni. Nekem az a Junkers 88-as kell, mert őt még nem lőttem le. Ezt a VAT nevű srácot már igen. Kicsit elgondolkozok veled, talán mégis ezt a BF-110-et kéne, de mivel valami történt egyébként, szerintem le fog zuhanni, vagy valami ilyesmi, csak figyeljétek, ez csak eltűnik, ott megy alattam. És nem tudom, mi történik vele. Szerintem lezuhant, vagy nem tudom. Mindenesetben nincs ott, úgyhogy úgy döntök, hogy a Junkers 88 az tökéletes lesz nekem. Szépen bemegyek fölé és mögé, ráfordulok. És majd megint mindjárt bénázunk egy jó, de legalább látványos lesz. Bemegyek mögé. És megkezdek tüzelni. Ajjajjaj! Megint sikerül elé vágnom, mint ahogy ezt most nem mindig teszem ezekkel a kis gépekkel. Nézzük, pont alattunk van. Realizálom, hogy ojjaj, ennek van hátsó lövésze is. De most már mindegy. Elkezd ránk lőni. És úgy tűnik ez elég volt ahhoz, hogy mindketten felropanjunk. Dur, ő is meghalt. Ott megy a hullája. Haha! Nekem megérte, leszettem egy szép nagy bombázót. Na, és igazából ennyit szerettem volna megmutatni, mert innentől kezdve különösebb más dolog már nem történik, egyszerűen csak lejár az idő, hogy látjátok, mert csak 2 perc 20 van, és ezt az egész 2 percet én azzal töltöm, hogy megpróbálok fölmenni egy dombon, mert a kávé egy nem túl gyors. Úgyhogy ez viszont nagyjából mutatta azt, hogy milyen a realisztikus csata, ugye ezt ne vegyétek készpénzre, tehát itt nem fog folyamatosan aktiválódni ez, hogy mindig újraélethetünk, tehát ez valószínűleg csak egy vagy két újraéledést fog engedélyezni a játék majd a valóságban, tehát a nyílt bétában. Itt most végtelen számban lehetett, úgyhogy ez jó lehetőséget nyújtott nekünk, hogy többször is megnézzük. És hát láthattuk a repülőket is akcióban, meg azért volt ott egy-két jó pillanat szerintem az, amikor bementem oda a bázisuk környékére, az mulatságos volt. És szerintem ez lényegesen jobb, mint az árkád. Nekem sokkal jobban tetszik, mert tényleg kell igazi ügyesség ahhoz, hogy eltaláljunk valamit, hogyha ki kell számolnunk azt, hogy milyen magasra emeljük az ágyut a lövedék esését is beleszámolva. Na hát remélem, hogy tetszett. Sziasztok!